Az intézménybe a Szerencsi és Tokaji kistérségekből jelentkeznek továbbtanulásra az általános iskolai tanulmányaikat befejező diákok. Az informatikai szakközépiskolai osztályok tanulói a negyedik év végén érettségi vizsgát tesznek, ami után választhatják az egyetemi főiskolai felvételit, vagy szakképzésben is részt vehetnek. A szakiskolába járóknak a tizedik év végén kell dönteniük arról, hogy az oktatott 7 szakma közül melyiket választják, illetve a Tokaji tagintézményben a 8. év befejezését követően a panziós falusi vendéglátó vagy növénytermesztési gépüzemeltető gépkarbantartó szakirány követelményének szeretnének-e megfelelni. 2011. augusztus 1-én alakult a Borsod megyei önkormányzat által fenntartott intézményeket összevonták. Így ettől az időponttól a Tokaji Mezőgazdasági Szakképzőiskola és Kollégium tagintézményünk lett. Így a tanulók összlétszáma közel 1000 fő, szakjaink nem nagyon változtak. A 8. osztályos diákok most éppen pályaválasztás előtt állnak. Mi a tapasztalat, mennyire érdeklődnek a Szerencsi Szakképzőiskola intézmény iránt, illetve melyek a legkeresettebb szakmák? Hát az érdeklődés remélhetően továbbra is ugyanolyan lesz, mint eddig. Eddig beiskolázási gondjaink nem voltak, tanuló létszámunkat meg tudtuk tartani. A beindítandó szakmáinkról nem nagyon tudok biztosat mondani, mert pillanatnyilag 2+2 év folyamon oktatjuk, a 9-10 osztály után még 2 évig, de valószínűleg ragaszkodni fognak a 3 éves képzéshez, tehát 8. osztály után gyorsan el kell kezdenünk a szakképzést. Bár Hoffmann Rózsa államtitkár asszony azt mondta, hogy lesz egy ilyen hét program a felzárkóztatásra, nagy szükség van ezen tanulók esetében. Hogyan tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon? Mennyire keresettek ezek a szakmák? Gyakorlatilag vannak nehézségek. Kiemelten támogatott szakmáink iránt sokkal nagyobb az érdeklődés. A kiemelten támogatott szakmák állami ösztöndíjban részesülnek. Nálunk is van 2 darab ilyen szakma, a központi fűtés és csőhálózatszerelő és a villanyszerelő, Tokajban pedig a mezőgazdasági gépszerelő, gépüzemeltető, gépkarbantartó és a szakács szakma, a kiemelten támogatott szakma. Elsősorban erre orientálódnak a gyerekek anyagi megfontolásból. Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy ezekre a szakmákra nagyobb szükség van, mint a másikra, a többiekre. Majdnem nehézségeket okozott ebben a tanévben a bútorasztalos szakma elindítása éppen emiatt, hogy a gyerekek leginkább anyagi érdeklődés miatt, vagy anyagi előnyszerzés miatt választanak szakmát, és nem azért, mert ezt szeretnék tanulni. A szakképzésben elengedhetetlenek a gyakorlati munkáják, meg tudja oldani iskola, hogy gyakorlati ismereteket is szerezhessenek a diákjaik? Vannak saját tanműhelyeink. Elsősorban itt vannak a tanulók, van egy nagy BT, kereskedelmi és oktatásszervező BT, amely segít minket, és az émásztam műhely a tanulók foglalkoztatásában. Külső munkáltatóknál már gondjaink vannak, ezért érzem nehéznek majd a 3 éves képzést, amikor első évben bent kell tartanunk a gyerekeket, és utána ki kellene helyeznünk. A mezőgazdasági oktatást kicsit nehezíti az, hogy a megyei átszervezés keretében a Tangazdaság Kft. Működtetésébe kerültek a mezőgazdasági tangazdaságok. Hát vannak gondjaink ezzel a formával sajnos. A hazai vállalkozói és kereskedelmi szféra képviselői amellett érvelnek, hogy a jelenleginél jóval több tanulót kellene a szakképzés felé terelni. A szakemberhiány miatt aligha vitatható a felvetés jogossága, azonban az elfogadás előtt álló új köznevelési törvény tervezete szerint az érettségi megszerzésének lehetősége a szakképzésben résztvevők számára nem lesz magától értetődő. A Hoffmann Rózsa államtitkár irányításával kidolgozott jogszabálytervezet koncepciója szerint a szakképzés az általános iskola utáni 3 évben valósulna meg, amely időszakban a diákok minimális közismereti oktatás mellett csak szaktárgyak tanulnának. Ha ezután mégis érettségit kívánnak szerezni, a szükséges tudás megszerzésére 2 év állna rendelkezésükre. Ugyanerre a szakközépiskolák és a gimnáziumok tanulóinak 4 évük van. A Szerencsi Szakképzőiskolában azonban készülnek az új tanévre. A 8. osztályosok pályaválasztását azzal is segíteni kívánják, hogy az intézmény kínálatából tartanak nyílt napot november 24-én Szerencsén a Rákóczi várban, Tokajban pedig a szakképzőiskolában.